Kerékpárosok valahol Győrben, eshet, fújhat, de még szakadhat is az eső, a városban egyre többen pattannak biciklire. Folyamatosan bővül a kerékpárút hálózat, az önkormányzat pedig remek rendezvényekkel igyekszik az itt élők szemléletét is kerékpár központúbra formálni. Nem véletlen, hogy Zsinórban már másodszor kapott Győr kerékpáros barát település címet. Fekete Dávid ezt az oklevelet vehette át csütörtökön a szakminisztérium képviselőjétől. Az alpolgármester az elismeréssel kapcsolatban a Győr Plusznak azt mondta, a város sokat tett és tesz is a fenntartható közlekedés érdekében. Városunk az EU-s pályázatok terén igyekszik hangsúlyozottan kihasználni azokat a lehetőségeket, amik a kerékpáros barát település címhez szükségesek voltak, így például kerékpárutak építése, különböző szemléletformáló események, rendezvények megrendezése, bringázza munkába kampányok kialakítása, illetve a mobilitási héten különböző kerékpáros programoknak a szervezése, ez mind-mind hozzájárult ahhoz, hogy ezt a díjat elnyerhettük. El kell azt mondani, hogy jelenleg is több fejlesztés van folyamatban ezzel kapcsolatban, így például Marcalváros egy, Adiváros és egyéb városrészeket érintő kerékpárút hálózat bővítés, fejlesztés, illetve természetesen meg kell még említeni a Győr-Abda kerékpárút kivitelezését, ami szintén folyamatban van. A kerékpáros fejlesztések pedig a jövőben sem állnak le. Az önkormányzat újabb uniós pályázatok segítségével 2013-ban is tovább erősíteni a biciklis közlekedést a városban. De hogy pontosan mekkora összegből és milyen forrásból válhat még kerékpáros barátabbá Győr, arról az alpolgármester nem árult el részleteket stábunknak.